Jó reggelt! Most ébredtünk, reggel 7:30 van. Amira már ébren van, még a kis ágyban van, és ott játszik. Dani is ébren van, ő Walking Dead-et néz, úgyhogy igazából már csak nekem kell felébrednem. Nagyon jó éjszakánk volt, nem ébredt most Amira. 7-es üveget adtam neki, úgyhogy valószínűleg tényleg az volt a gond, hogy kevés volt neki a tápi, de most lefekvés előtt meg is ette a 7 ózos üveget, és aludt este 7:30, hát olyan 7 óra körül raktam le, olyan este 7-től reggel, hát 7:30 van most. Már ébren van, de van, játszik, meg szerintem néha még lehet vissza is alszik. Úgyhogy ma bébi csoport van a délután, és más dolgunk tulajdonképpen nincs, úgyhogy majd meglátjuk, mihez kezdünk a mai nappal. Szóval ez itt a templom, ahová járunk. Bent szokott lenni az istentisztelet, itt kint van egy ilyen játszóház a gyerekeknek, illetve egy kávézó. Az a Joy, ő fogja tartani a baba programot, ami lesz. És csak most tudottam össze Heatherrel, aki ott ül az ablaknál a férjével, Peterrel, és elég sokat beszélgettünk. Nagyon kedves volt, ismeri a helyzetünket Annával kapcsolatban, és felajánlotta, hogy mivel ő a templomban dolgozik, mint miniszter, nem tudom a magyar megfelelőjét, felajánlotta, hogy a templomtól is fogunk kapni egy ajánlólevelet, mivel már hónapok óta a közösség tagjai vagyunk, és jól ismernek engem is, és Danit is. Nagyon, nagyon kedves emberek, és nagyon segítőkészek. Emlékszem, amikor először ide kerültünk, akkor is egyből felajánlotta, megadta a telefonszámát, hogyha bármire szükségem van, vagy Dani dolgozik, segítségre van szükségem, akkor hívjam, és segíteni fognak nekünk, és akár a Mirára is vigyáz. Van, most született meg a 10. unokájuk, úgyhogy nagyon, nagyon kedves emberek, és jó emberek. Amira meg közben felébredt, úgyhogy szerintem be is megyünk mindjárt ide a játszótérre, és kipróbáljuk a játékokat, mert még van körülbelül fél óránk a baba csoport indulásáig. Ide a játszótérre, Amira van. Igaz, titán. Megnézzük, hogy milyen ez az állvány. Én is ide leheveredtem mellé a szivacsra, és beszélgetünk, meg nézzük a játékokat. Az zörög. Igen. Ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Igen. Kicsi kém. Kicsi babám. Édes drága szívecském. De jó lenne, ha Anna is itt lenne velünk, hogy élvezni. Nagyon élvezni. Hey! Be careful, okay? Nice and smooth, okay? You're a good boy. Yeah. Amira made some new friends. Yeah? What is your name? That's Superman. That is Superman. Yes, he is Superman. Mondd is, egy kicsit nyűgöske, azt hiszem fáj a foga. Fáj a fogad, mondd. Na, mire? Adtam neki ilyen homeopátiás fájdalomcsillapítót, amit direkt fogzásra adnak. Vettem lidokainos kenőcsöt is neki, ami szintén, de az gyógyszer. Ez a másik, amit kapott, ez homeopátiás, gyógynövényes, úgyhogy reméljük, hogy ez is működni fog, és akkor nem kell gyógyszert kapni. Hát ki az a cuki baba? Hát ki az a cuki baba? Jaj, baba! Úgy látom, működik egyébként ez a gyógyszer, mert kicsit jobb kedve van, nagyon sírt, hiába vettem fel, hiába játszottunk, énekeltünk, igaz? Brémai muzsikusokat olvastunk, igaz?
tetszettek? A brémai muzsikusok? Igen. Így énekelt a kakas is, igen. Kis cicám. Jaj, te cuki bogyó te. Hát hihetetlen cuki vagy. Mondták már. Mondták már. Most az elmúlt pár nap az esti lefekvés az egyre nehezebben szokott menni. Úgyhogy hát lassan megyünk fürdeni. Igaz? Megyünk fürdeni. Aztán olvasok még egy mesét neki, és megpróbálom lefektetni. De az az igazság, hogy amióta forgolódik, azóta olyan nehezen tudom elaltadni, mert állandóan ficánkol az ágyában, és mint egy kis sajtkukat olyan vagy. Hidd el. Mint egy kis sajtkukat. Igen. Kicikém. Édes kicsi babám. Hát anya, hogy lehet, hogy ott vagy a telefonban is, meg itt vagy mellettem, és én ezt nem értem. Én ezt nem értem. Anya! Igen. A telefonban is benne vagyok, meg melletted is itt fekszem. Hát ez hogy lehet? Hát én ezt nem értem, mama. Végül is az új kamerát, ezt lemondtam, mert rájöttem, hogy nem lehet megfordítani a képernyőjét, amire meg imádták, nagyon szereti magát látni a képernyőn, úgyhogy marad a telefon, és azzal fogom a videókat csinálni. Majd veszünk egy nagyobb memóriakártyát, hogy jobb minőségben tudjuk csinálni a videókat, igaz? Kicsikém. Úgyhogy, hát ilyen felemásan telt a délután, mert elég sok a sétababa. És olyan elég vigasztalhatatlanul sírt, kis cicám. De úgy látom, ez a homeopátiás, tudsz, ez működik. Most már nem fáj a fogad? Nem, mama, most már nem fáj a fogad. Most már nagyon jó kedvem van. Most már nagyon jó kedvem van. Édesem, de cuki vagy. Nagyon cuki vagy. Na, elrakjuk a telefont, jó? Elrakhatom a telefont? Jaj, 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 jaj. Kicsikém. Cicus. Holnap meg nagy programunk van, mert megyünk az egyik barátnőmet visszám egy közeli városba, ami történetesen egy nemzeti park mellett van, és Dani mondjuk itthon lesz este 6-ig, de úgy döntöttem, elviszem a Mirát is, mert körül akarunk nézni a nemzeti parkba. Sajnos csak ketten megyünk, mert ők hárman jönnek, úgyhogy hatan nem férnénk be az autóba. Úgyhogy... Úgyhogy csak mi ketten megyünk, a dedit itthon hagyjuk most. De úgyis dedizel 3 napig, amíg megyek Magyarországra, igaz? Mert hogy megyek Magyarországra a hétfőn Annához. Már alig várom. Kis cicám. Beszéltünk ma a gyermekjogi képviselővel. Azt mondta, hogy már folyamatban van a döntés, hogy már gépelik a döntés, tehát hogy már lehet, hogy meg is született a döntés, hogy 1-2 héten belül meg fogjuk kapni a határozatot, hogy nem tudja, hogy döntött a másodfokú gyámhatóság, de hogy szerinte 2 héten belül készhez kapjuk a határozatot. Úgyhogy, jaj, hát kitéped a mama haját, Manci! Au! Úgyhogy hamarosan többet fogunk tudni arról, hogy Anna mikor jöhet hozzánk. Ha minden jól megy, mire Dani szabadságon lesz, május végén már itt lesz ő is. Az nagyon jó lenne. Az nagyon-nagyon jó lenne. Úgyhogy imádkozzatok értünk, drukkoljatok nekünk, és reméljük a legjobbakat.